Szervusztok! Most megosztom veletek a egyik legféltettebb receptemet, a túrógombócét. Persze eddig bárki elkérte, mindig mindenkinek megadtam, de én egy elég speciális túrógombóc receptet kísérleteztem ki a legelső étteremet, amit béreltem. Ott a tulajoknak a nagymamája kezdte el így változtatni a receptet, már pedig a változtatás az úgy néz ki, hogy nem csak búzadara van benne, hanem zsemlemorzsát is tett bele, és együtt elkezdtünk kísérletezni, hogy hogy lehetne minél puhább végterméket előállítani, és úgy jött ki az a recept, amit most el fogok nektek mondani. Azért jó, hogyha a búzadarának egy részét zsemlemorzsára cseréljük, mert az főzés közben, amit fölvesz vizet, az bőven elég neki, és utána, miután megfőtt és kihűlt a gombóc, nem szív ki több vizet a gombócból, és nem fog az előfordulni, mint szinte az összes receptnél. Most a neten megnéztem egy párat, csak búzadarát tesznek bele. Bármelyik receptet, hogyha megfőzöd, megevédeltek, és rá egy 3-4 óra múlva, vagy másnap, nehogy Isten, kiveszed a hűtőből, hát betont lehet verni vele, úgy megkeményedik a gombóc, mert a búzadara még egy csomó vizet kiszív a gombócból, és ezáltal megkeményedik. És ezért variáltuk mi át a receptet. Ha ezt a receptet megcsináljátok, és 2 vagy 3 nap múlva kiveszitek a hűtőből, lefeditek a gombócot egy kis tányéron, egy ilyen mély tányéra vagy edényen, és beteszed egy 2 percre a mikróra, vaj puhára vissza fog még 2 nap múlva is melegedni. Nézzük a hozzávalókat. Én itt most többet csinálok az üzletbe, de 1 kilóhoz mérve mondom a receptet, mert beütöttem a tojásokat. 1 kiló turóhoz kell 3 darab tojás, kell hozzá egy csipet só, ugye én itt most ebből többet teszek, kell hozzá 10 deka kristálycukor, kell hozzá 4 deka búzadara, és kell hozzá 8 deka zsemlemorzsa. Ezt próbáljátok meg ilyen világosabb színű morzsát venni, mert akkor az nem látszik a turóban, és a másik, hogyha lehet, akkor ilyen kocka turót vegyetek, mert ez ilyen apró szemű. Tehát ezt nem kell passzírozgatni, ezzel tök könnyű összeállítani a gombócot. És akkor ezt csak így simán összegyúrjátok, összegyúrás után, amikor szép homogénre összeállt, akkor fél órát pihentetitek. Én 1 kilóból 8 gombócot szoktam csinálni, bőr ilyen viszonylag öklömnyi nagyságú gombócok főznek, tehát hogyha valaki kisebbeket akar, vagy több felé akarja osztani, akkor lehet úgy is. De a lényeg, hogy semmiféle komolyabb szaktudás, technikát nem igényel. A recept alapján, de azt majd most a videó után leírom, mert itt most tényleg fontos a recept. A recept alapján összeállítjátok a tésztát, összegyúrjátok a gombócot, akár már most is lehetne formázni és főzni, de én azért szoktam hagyni egy fél órát állni, hogy egy kicsit megszívja magát. Ha nehogy Isten, száraz lenne a turó és nagyon keménynek éreznétek a tésztát, egy nagyon pici tejföllel lehet lazítani, de általában nem szokta igényelni. Tehát ennyi az egész, és akkor 1 kilóból én 8 gombócot szoktam csinálni. A receptet még egyszer leírom a videó végén, és az összes többi recepthez képest, amit én valaha láttam, az az előnye, hogy ennyire egyszerűen elkészíthető, semmiféle komolyabb tudást, technikát nem igényel, simán langyos vízbe beleteszitek a gombócokat, akkor följön a tetejére, vártok egy 3-4 percet, így pötyögve följön, és ami a másik dolog, hogy nem kell egyből kivenni a vízből. Tehát megpirítjátok külön egy pici olajon a zsemlemorzsát, lezártátok a vizet, amikor megfőtt a gombóc, maximum egy pohárnyi hideg vizet belöntötök, hogy a 100 foknál lejjebb menjen a forró víz, és tárolásig nyugodtan lehet benne tartani a forró vízbe, és amikor elértek az ebédnek ahhoz a része, hogy jön a gombóc, kiszeditek valami kis fakanállal, megforgatjátok a morzsába, és lehet enni. A maradékot meg forgassátok át morzsába, beteltitek a hűtőbe, lefedve, és másnap, 2 nap múlva visszamikrózva, vaj puhára vissza fog puhulni, melegedni, és tökéletesen jó lesz. Ennyit akartam megmutatni nektek, jó főzést, menükajákat, sziasztok!